Ja, felvétel. Nem mondod, hogy éjszaka van? Megnézhettem volna. Én meg valahol a út közepén léptem ki. Én meg választhattam, hogy az ágyba vagy mellette, de mellettét választottam és úgy léptem ki. Ja, de nem. Csak mert tücsköltek a ciripek, de ezek szerint 20 óra 41 perc. Felvételt elindítottad? Aha, hú basszus, szomjas vagyok, éhes vagyok. Kicsi vagyok. Melegem van. Nem szereti senki bukkot a kis rókát. Az a baj, hogy nem bírok futni, annyira fáradt ez a nyomorult. És pedig ruha sincs rajtam. És nem kell újra trekkelnem, de jó. Megvan még a táskám is. Táskát fel azt vissza a izébe. Helyünkre. Szállásra. Bújjunk meg itt. Vissza, én itt vagyok a Colosseum mellett, ha visszamegyek. Hol, itt nem tudok megbújni sehol. Visszaszedem a lootomat, azt mondják én is. Bár nem tudom, itt hol lehet felmenni. Hát, csinálj a woodframe-ekből gyorsan egy lépcsőt. Aha, persze. Csak úgy gyorsan csinálok woodframe-ekből lépcsőt, Sanyi. Ja, hogyha neked is... Nem, te nem haltál meg. Hát nem haltam meg, de akkor sincsenek se woodframe-eim, se lépcsőim. Én most jutott eszembe, hogy éppen a cucc, mert futok be a város közepébe. Honnan a vizőtől a sport. Ja, marinából. Hát... Mi látod még a cuccodat? Aha, mutatja a tőrképen. Ja, már emlékszem, itt a rockerek, rocker zombik öltek meg. Bemegyek a WC-be. A lakókocsinál. Én nézem. Na és hol van? Térkép szerint itt van. Azt még se látom. Lehet már összeszedte valaki. Na, még jelzi a térképen, hogy ez bug lenne. Szét van verve, ki van lootolva, hát akkor lehet, hogy összeszedték. Azt a hatalmas nagy lootomat. Ja, szét van, akkor biztos, mert valaki járt arra. Jaj. Akkor lehet, hogy öngyivel megyek vissza oda. És egy reflektor világítja meg a házat. Tököm ebbe, hogy az ember este lép be. Na mindegy, itt a budira rákucorodtam. Alapvetően, ha nem vesznek észre. Hát pedig mitől vennének? Hát ez ki van lootolva, valaki megelőzött minket. Bármára megyek mindenhol, empty. Azt jelenti, hogy nagyon szűk időn belül valaki most nem rég járt erre. Vannak rajta 20-10-valányan. Simán járhattak erre. Ez most a... a vég. Nem érti haza? Á, nem is indultam, nincs nem semmi. Úgyhogy tök mindegy, majd haza meg halállal. Csak azért nem szeretem a halált, mert nagyon-nagyon lenyomja. De tényleg igazad van. Már 90-re leesett az egy halál miatt, akkor a következő halál most akkor 80-ra leviszem. Azt mondom, teljesen 60-ig le tudod nyomni, utána már nem, lejjebb nem megy. Akkor futás. Ide, ha bejössz az épületbe, az ajtón, és jobbra elkanyarod, ott egy WC a sarokból, ott vagyok én is bent. És koldukát?
Hát, de ha nem az, akkor se gond, mert úgy láttam, te is férfi karaktert használsz. Én még nem láttam magamat kívülről. Mivel kapcsolom be F-fel, azt hiszem, ez az. Ja, itt már nincs gamma, mi? Nincs. Ben vagy már az épületbe? Nem? De már látom. Nem, majd akkor villogtatok neked, hogyha belépsz. Most esek le azon a szakadékon. Csend van, csend, rend, fegyelem. Á, nem vagyok detektálva se. Látok valami fényt, azt te vagy? Nem hiszem. Én benn vagyok az épületbe. Miért üvöltenek farkasok? Hát azért, mert vannak farkasok. Ne. És méghozzá durvábbak, mint a kutyák. Na most megnyugtattál. Hát az épület bal alsó szintjén világít valami. Hogyha szem... És nyílik az ajtó. Én vagyok az. Benn vagy az épületbe? Kívül vagyok, falon kívül. Úgy látszik, átlátszik valahogy a falon a világítás, pedig ablak nincsen. De egy én itt vagyok elemlámpával. Na, gyere. Próbáltalak megijeszteni, nem sikerült. Egy picit megijedtem egyébként. Akkor egy picit jó. Megjöttem. Látom, már a WC-t is kifosztottad, még a szart is elvitted belőle. Na, de szar nem volt benne, volt egy kis piszkos víz, ennyi. Itt világít át szerintem ezeken a béna blokkokon. Hát ez lehet. Nem is tudom mi ez. Cső. Milyen fémes hangja van a csempének. A vizet ütem fönn a falon. Ja, a lámpatestet? Aha. Nem se világít. Próbáltam megjavítani. Régóta mondják, hogy tesznek bele NPC-nek embert is, ilyen túlélőt, aki rendkívül agresszív többnyire. De hát nem hiszem, hogy eljutottak odáig. Hát még csak azt hiányzik. Hát figyelj, szintektől függően akár lehet is, hát. Most hogyha valaki nagyon hardcore akar lenni, vannak, akik tudod úgy játszanak, hogy így dead beleadunk. Nem bírtam ott a seggem annyi, hogy csak kijöttem ide sötétbe matatni. Kukázni. Csak azt nem szeretem, tudod, hogy teljesen csendben rohannak az ember felé. Észre se veszed, amikor a nyakadba liheg már. Te itt már végigkukáztál? Nem én. Én csak beszaladtam. Rémülten, sikoltozva. Semmit nem látok, csak itt tapogatok a sötétbe. Hát vigyél, mint a fákját, ott van a falra feltéve nálam, van a remlámpa. Mi bonyít? Hogy lehet ide bejutni? Ott van egy ajtó talán. Van egy ajtó is. Üres. Francba valaki megelőzött. Igen, még a kukák is üresek. Szemetet itt hagytál, jó fejek voltak. Van már két cooking potom. Viszek széket, mindent, ami mozdítható. Valami sikerélményem legyen már, tudod. Nem akarsz üres kézzel. Ja. Hát nagyot nem lootoltunk, az biztos, mert...
semmi nincs nálam se. Már 4 cooking pot. Na most felvettem valami újat. Piros festék. Ilyet még nem láttam. Nagy vödörnyi. Na igen, vannak most már festékek. Mire jó? Hát pont arra festeni. Befesteni a blokkokat, különböző feliratokat lehet festeni. Kézbe vettem és zsák formájában van. Igen, az gyakori, hogy zsák formája van a bizonyos holmiknak. Itt elég meleg vidéken vagyunk, el kéne vonszolni magunkat valahol, ahol nincs ez a hőség. Az utána menni, hogy állandóan stamina problémák vannak. Meleg miatt? Igen. Egy szerintem erősen túl is tolták a játékba, de úgy látszik, hogy nem érdekli őket, mert számtalanszor van, hogy meg se tudsz mozdulni, azért levetkőzik a karakter nullára, és mégis haldoklik, ami hát hülyeség. Ja igen, ellövöldöztem az összes nyilvesszőmet is. A zsákod, de... Zsákos Frodo. Látok, hoho. Most már hallok is. Valami morog. Neked valami láthatatlan cucc van a kezedben, mi az? Nyilam. Amiben nincs lőszer, szóval csak ki, hogy markolász, hogy ide. Akkor meg fogom agyon verni vele. Megnyugtat legalább. De nem is tudok vele ütni, szóval tök mindegy. Inkább kezembe veszem a baltát. Igen, megnyugtat. Ez így van. Neki meg, megöletem magam. Jössz te is. Hát én nem megyek ki megöletni magamat, és hát csak kivárom azt a 3 percet. Nincs semmi kedvem lefogyasztani a életemet. Megnézem addig az öltözőt. Isten, milyen mocskos sötét lett. Azt a mennyi szekrény. És jön is valami, Sanyi. Hú, basszus. Ott mászok valami a földön. Mondom, nem vett észre. Remélem, hogy engem se. Most felöltözök jól. Az a baj, hogy ez az ajtó, ez semmit nem ér. Ez 2 ütés, ez be is jön rajta. Egy undetected vagyok. Olyan hangja van ennek az ajtónak, mint a szögbelövőnek. Nyitogatom ezeket a kis szekrényeket ott az öltözőbe. Csak hallgatóztam, hogy kilövöldöz. És? Ja, hogy te nyitogatod az ajtót? Ja. Pont mondtad is, hogy jön a zombi, én meg hallgatom, hogy mondom, hogy lövöldöd szögbelövővel, vagy mi? Ez semmi, csak a saját ajtó. Lenne egy kis szögbelövő, vagy nincs. Ó, viszont fel tudok öltözni már. Úgy is fáztam. Van már minden. Érdekesen nincsen semmi pontom. Hát mitől lenne? Nem csináltam semmit eddig. Csak lapulok a halálos csöndbe. Neked kell valami ruhanemű? Nem, nagyon szeretik ruhát hordani. Nem sokat számít. Főleg ebben a melegbe. Hát számít, hogyha hideg van, de itt...
Te neked fázott a karaktered? Dehogy. Ja, azért mert... Nekem se. Melege volt előbb már. 100 Fahrenheit fokos volt. Scrappelek a mindent. I'm a scrap man. Egy két napja volt egy áramszünet, ritkán szokott lenni, nagyon évente egyszer sem. Valamiért egy két órán keresztül volt áram. Nem baj, az nem érdekel, csak az összes órám villog azóta, mert nem voltam képes beállítani. Fosság. Ilyen fél órát kibírnak, de a két óra az sok volt nekik. Találtam mini szoknyát is. Na. Akkor... A divat. Na, jó van, végre normális nadrágom is van. Na, ennyi kész, fel is öltöztem. De minek? Hallom, ahogy csapkodod az ajtókat a távolba. Szögbelövővel. A motoros szemeg, ez jó valamire? Semmire. Semmire. Azok csak látványelemek, szemüvegek. Egy pisztoly a WC-ben, mint régen. Egyébként nem régen, simán lehet egy pisztoly a WC-be. Most is. Hát mondjuk... egy pisztoly három lőszerrel, az csak arra jó, hogy felidegesítse a zombit. Na, legyen már reggel, mert már ugyanúgy is. Itt is Discordot, úgy látszik átvette a Discord a helyét a TeamSpeak-nek. Népszerű. Én nem is hallottam róla addig, amíg mondtad. Jól így elő Discord, hát amennyit foglalkozom ezekkel a dolgokkal. Na! Menjen már reggel, mert már unom. Hogy állunk 3 óra? Hát az még nem az igazi. Még nem 4-kor kell a nap. Itt kúszott valaki, azt mondod? Hogy mondod? Itt kúszott valaki? Hát, lehet, hogy csak a félelmeim voltak ez ügyben, mert... Itt állok a falnál, tudod, mint a filmbe. Teszek ide neked valamit a WC-be. Itt, mintha kúszott volna valaki, de lehet, hogy ezt a kukát néztem csak félre. Kúszott a kuka. Te ajándék itt a WC-be, hova máshova tenném? Király, ja. Elvesszük, mert szemembe süt. Cooking potot remélem nem scrappelted be. Nem, nem, de van 6 darab. Meg lehet azt mondani, hogy felezni? Biztos, hogy valahogy meg lehet felelni őket. Jobb gomb, bal gomb nem. Shift, Ctrl, Alt nem.
Drop. Na akkor eldobja mindet. Mind a hatot. Ja. Érdekes. Biztos, hogy van valami billentyű rá. Na régen még szerintem tudtuk is. Hát tudom, hogy a fát is ilyen egyesül, kettesül. Ha rákattintasz jobb gombbal, akkor írja ott fel, miket lehet vele csinálni. Left click, hold and drag, take a stack. Drop one stack, igen. Aha, jobb gombot nyomva kell tartani és úgy elhúzni. Ah, felezte. És úgy egyesével, hogyha megfogod a... Na most szétszedtem darabokra az egészet. Na mindegy. Viszem én egyelőre, azt hálásának súlya nincs. De arkba. Na, mehetünk. Istenem, nem esik kézre ez a világítás. Vagy mi a futás. Hülye réz. Hát a réz mozsarat vegyenek. Jó, az egyébként csak hát sokkal jobb farmolni. Hát jó a réz, csak most hirtelen még a játéknak ezen szakaszával nem annyira a rézre vágyok. Hát menjünk végig a házakba, hát ha túléljük. Hát várjál, izét akarok, legalább lőszert akarok csinálni a íjamhoz. Igen, én követ akartam ütni, amikor még volt. Miben? Ah, itt van valaki. Nem érzi jól magát. És leüt. Én meg nem bírtam őt leütni, de jó. Nem csináltok ti jól. Kész. Első ütésre le... Ezért... Lesztekkelt, vagy mit csinált. Steggelt. Most ott fetreng a földön. Jaj. Az a baj, te képes vagy neki szaladni bárkinek egy szál ezért, semmivel. Próbáltam. Elfelejtetted majd milyen ez a játék? Próbáltam leütni a... Tudom, hogy kigyulladt, hogyha fákjával ütöd. De hiába hadonáztam, én nem értem el, ő meg egy ütésre egyből lebénított. Na de hát igen, de hát ebben mindig így van, nagyon-nagyon. Vannak azok a komolyabb szöges szarok, talán azzal érdemes, de egyébként nagyon érdemes a zombival keménykedni. Hát, ha ügyes én vagy, azért le lehet boxolni is. Mivel? Leboxolni? Ah, csak aha. Tartani kell a távolságot. Persze, előrelépsz, persze. Ütsz és visszalépsz. Jó, hát én azért ezt nem szoktam megengedni magamnak, mert tudom, hogy én nem vagyok ügyes, engem mindig kinyír. Engem is, de azért mondani tudom. Ja, igen. Tényleg mindig. Még mondom, hogy volt olyan fém baseball ütőm, ami körbe volt tekerve szöges dróttal és lila volt, és még úgy is kínszenvedés. Nem szeretem a kézitusát. Sokan arra esküsznek. Mert ugye az a legkevésbé anyagi igényes, hogyha ütödőt kézzel, mint hogy a lőszer állandóan, de hát... Hát láttam is olyan videókat, hogy a csávó éjszaka kiment a Vörös Holdba, és egy valami ütőszerszámmal szétkalapálta, de hát... Tudod, van az a hatalmas kalapács, a sledgehammer, az is arra esküsznek sokan, hogy azzal van, hogy kiírtom a zombi populációt. De minden nem, errefele már nem jött el a kutatóbrigád, mert itt még minden tele van. Jó, a csavar kulcsként akkor szét lehetne kapni autókat. Bár mondjuk túl sok értelme annak sincs. Az is még korai. Na, itt van a cowboy. Úgy táncol. Gyorsan kikerülöm. És víz kéne. Ja, azt viszont ellopták tőlem. Nálam volt a kezdő csomagtól, de a kajavíz. És mindaz egy flakon vizetet elvitték? Hát, most az is jó lenne, amikor egy sincs. Az állatok. Tényleg vannak nálam üres üvegek, föl kéne majd tölteni valaha. Hát valami pocsolyát kell keresni. Hoho, egy balta.
Az már jó, a bolt az ér valamit. Nem túl nagy szintű, mondjuk 17-es két ütés azt összetörik. Favales Akadémia, az mi lehet? Benézünk. Ezt a sok kacatot állon. Igen, ebben a játékban ez az őrítő, az állon a scrappelés. Sajnálk szomjan döglök. Tudod, hogy amikor nincsen loot time, akkor azért van, mert ott hagyta valaki, és már kilootolta. Igen. És hogyha kiveszed, akkor utána ránézel újra, akkor lehet lootolni. Ezek a óriási irodaházak, ezek a rohadt jók, de hát ki a franc mer oda bemenni. Íróasztalba, a tanárnak csak a csukái vannak benne, ahelyett, hogy mondjuk a pisztolya lenne benne. Igen. Amivel hát rendet tartott a gyerekek között. Na, scrappeljünk egy kicsit. Vízért szopok. Írd ki a csetre. Még koszos vízér is. Az van nálam három. Vigyázz, miket kívánsz. Hát ezt ki kell gyorsan főzni. Csináltam egy kis tábortüzet, rottyasd oda. Csinálj egy tábortüzet. Inkább oda megyek hozzád. A lábtörés benne van még? Már kivették bőle, ugye? Nem, á, hogy ne törne a lábot simán. Simán leugrottam az emeletről, de nem történt semmi. És túlélted? Ez te vagy itt, vagy egy zombi? Hát egy zombi. Nem, mert én... Már nem tört el szerencsére. Azt nézem, hogy... Elérezt fel... Scrapman. Látlak. Ez nem kell. Mi ez a fura hangok vannak? Ja, te vagy ez? Hogy is kell, ha nem emlékszem. Tegyél bele fát, gyújtsd meg, és talán csak rá kell kattintani a vízre. A vizet nem kell beletenni. Nálad kell, hogy legyen csak. És rá kattintasz a tisztított vízre. Csak gyújtsd meg a tüzet. Van fád? Van, van, de mint hogyha megfeleztem volna és eltűnt volna a fele. Nem tudom, lehet, hogy nem. Aj, hogy van, jobb gomb. És hova teszem a vizet? Sehova. Nézd! Nem, maradjon nálad a víz. Istenem. És csak kattints rá, hogy tisztított víz. Jó, már igen, már megvan. És... Három, és akkor... És akkor most mi van? Hát, hogyha készen van, akkor vedd ki. De nem cookingol. Valahogy csak be kell tenni. Nem, hát nem tettél, várjál, nem tettél bele cooking potot. Ja, az nálad volt, kidobtam. Igen. Egyébként nagyon szeret az ikon, nem lehet látni, van-e benne vagy sem. Csak abból a kis számból, ha jobb alsó sarkába vagy. Igen. Ja, de akkor ki kell jönnöm bele, hogy bele tudj menni, ha? Kicsit erősre csinálták az ikont. Teljesen olyan, mint hogyha...
ki az üzemanyagot meg a vasat. Na most belelőttyintheted. Na tényleg, na az kell még bazdeg az üzemanyagot is cipeljem. Ez nem kell most. Meg a fogkrémes tubus. Érdekes például itt a yucca fruit és az nem ad vizet. Pedig szerintem annak kéne. Na, akkor tudsz inni. Ott a három víz. Hol vagy? Itt vagyok, csak a ház mögé elkóbászoltam. Fosztogatom a fészkeket. Na. Tiéd. Köszönöm. Akkor fát meg ki kell venni. Nem merek bevenni a ház. Ma este. Most van az vörös éjszaka. Micsoda? Most írja. Feláll hordá. Jaj, de jó. Ez tényleg, egy, mintha direkt belépünk, csak a mi kedvünkért. Kilépünk, az kész. Na, nekem már nem kell amúgy is, hogy 10 perc múlva. Igen, azért mondom, hogy tök mindegy, mert én meg akarok valamit enni. Menjünk be ebbe az irodaházba, az lesz, ami lesz. Hát semmi nem lesz, uti meghalunk, de menjünk. Mert itt nagyon sokan vannak az irodaházakban, egyébként kurva jók. És még van ennél még egy nagyobb irodaház, ugye giga mega, még egyszer ekkor a tete így össze van törve. És azok rohadt jók. Hopp, hopp, nézd csak ezt itt, mi ez itt? Ez itt egy bázis, vagy egy katonai bázis, vagy egy épület? Katonai bázis. Ott is katonai vagy nem. Börtön, nem is katonai bázis. Börtön. Az is jó cucc. Hát itt a bejáratnál itt szokott lenni, de az a hogy rohadtul nehezen tudjuk feltörni úgyis, szóval... Látod, itt van egy... Ne üres is, ha valaki. Szoktak fegyverek lenni, de hát szerintem ezeket már ott egy szép szembe. Ja, igen, üres. Nem, de menjünk be az irodaházba. Amíg sikítva el nem szaladunk. Itt vannak könyvesboltok is. Van már világítás. Ez is empty. Ha már hallom, hogy ízés zsóhajtozik. Körbenézek itt lent, hát minden ki van takarítva, itt jártak már. A liftakna. Hogy is kell ezen felmenni? Valahogy fel lehet menni. Ha csak ennyi. Vaj, ide ne es le! Öj, bazd meg. Oh-oh. Mennyi? Segg belőlek. Itt már sötétebb van. Igen. Az a kérdés, hogy jártok-e itt. Hopp, hallok valakit hörgölődni. Ennyi. Hol a többi szint? Hát itt a lépcső. Gyere. Itt a lépcsőház. Aha, itt van valaki. Épített egy... Ott van egy delikvens. Elfeküdt. Gyorsan fejbe kalapálom. Marad! 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 Hoppá! Megadtad nekik egy elemtöltést. Basszus, ez itt a fejjel jöttek, mert minden empty-t is.
Együttés volt, hallod? És ez a legszörnyűbb, hogy olyan sötét van, nem? Ne. Ezt a házakban, ezt nagyon elcseszték szerintem, ennyire Hunting sötétre. Hunting Knife Book. Az jó, megtanulod a... Vadászk is. Hátod itt van Gun Save, de ez is üres. De valaki nagyon hörgölődik. Aha, van a táncos lábú. Ja. Rácsuktam az ajtót. Banyek. Bejött utána a budiba. Oké, becsuktam az ajtót én. Nem érek rá, most szarok, ne zavarj. És üti az ajtót. Hát nek a másik budiba. Foglalt. Türelmetlen, hallod? Biztos megy a hasonló. Jajjaj. Ez be fog jönni. Na nem már. Nem bírok kiugrani. Ez ciki. Ó, oh, jó, sikerült kiugrani. Teljesen rád koncentrál. Hát nem igaz, szerintem miből van ez? Jövőj. Tögyölj már meg az anyád hétszer. Csak a fejét. Ne teszem hiszem el. Hagyjuk, menjünk. Na, az utolsó pillanatban kapott egy óriásit. Majd és nem volt nála egy rohadt flakon víz se. Még egy tukinpot. Belement a füst a szemedbe. Itt is volt egy, nem tudom hova lett. Ott. Lépcsőháznál. Ja, lépcsőháznál. Bámészkodik. Ja. Jó kilátás, mi nem, már, hát nem igaz, hogy... Megint lesz tegelt, vagy mit csinált. Én nem tudok hátrébb jönni, itt így rohadt. Mert egy ajtó van mögött. Cash van nála. Hát ez ami bank volt régen. Már itt már jártam, itt, de üres minden itt is. Menjünk föl. Ti rabjai a földnek. Igen, itt már valaki kipótolt a lépcsőt. Már be is költözött. Hoppá! Nem biztos egyébként, hogy beköltözött. Milyen rohadt messzire elér már. Ja, nagyon messzire elér, teljesen. Mert így látod, állag. Ez így van megcsinálva ilyen. És még mindig hörög valaki. Becsukom. Fent is jó cuccok szoktak lenni egyébként. Hallod, a budi itt van fönn a polcon, és szar van benne. Igen. Van rohadt kezünk már megint. Nem lehet ezzel a hülyével ugrani, ez a szánalmas. Nem lehet? Dehogy nem. Space. Hát de úgy, hogy úgy értem, hogy átugrani az egyik oldalon, a másik nem nagyon engedi. Hoho, megjött Béla bácsi. Megint kaptam egy maflást, pedig már hol voltam tőle, kilométerre. Igen. Ezek én nem érem el őt. Na, elértem. Tök messziről lehet hadonászni, és úgyis kapja a sebzést.
Hopp! De ő is adja. Na most egymást. Kéne ide ledobni egy ágyat mielőtt. Csinálok is egy bedrollt. Hol állok? Sikerült átugranom. 45%-os vagyok. Bedobok egy fájdalomcsillapítót. Falfestést kitanultam. Jaj! Bőrcsizmát kitanultam. Hova lettél? Felmújjak a szekrény tetején. Ott egy zombi a lépcső túloldalán. Á, Istenem, hogy ezek a hülye széfek vagy zárva vannak, vagy üresek. Oh-oh. Megtaláltad a lépcső túloldalán lévőt, ha? Zombit. Itt is van a könyves polcok között. De csak áll. Na, majd mindjárt aktivizálódik, ne félj te. Na, mit csinálsz ott? Pókhálókat leszedted? Na, hova vezet ez a létre? Sehova. Sehova. Ott jön a táncos lábú is. Nincs már lőszerem. Ó, ez meg ide van ragadva. Mit csinál? Azta. Hát, mi történt? Meghaltál. De hogy került ide négy nő, vagy nem tudom, még két nő, a táncos lábú, meg két nő is harabdált a lábú van. Hát én is meghalok, most már körbevettek. De hogy kerültek ezek ide? Hát spanoltak. Király. Bele az arcomban. A játékban tudod, hogy egy pillanat alatt leszpanolnak. De egy pont oda, ahol éppen én küzdök. Hát gondolom pont ez benne a pláne. Ja. Bemész egy szobába, üres, szerintem csak a hátad mögött megjelenik kettő. Igen. De ez így van, bemész egy szobá, egy lakásba, egy házba, körbenézés, csak tök-tök-tök megjelennek egymás után a zombik. Most sikerült magam ide bezárnom. Ja, még élsz.